Március 1-től és április 1-től részleges nyitásra kerülhet sor. Ezt még február elején jelentette be Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, fokozatos lesz a nyitás, és fontos, hogy a jelenlegi szabályokat is betartsák az emberek. Megkérdeztük a pécsieket, ők mit tartanak a legfontosabbnak, ha újraindul az ország működése. Szerintem a szakemberek ezt pontosan tudják, és amit a tévében lehet hallani, azt kell követni. Egyértelmű. Sehogyan sem engednék seki sebe oltás nélkül senkit, vagy teszt nélkül. Tehát nem engedném meg, amit megcsináltunk tavaly, hogy nyitottuk a határokat nyáron. A lehetőség az nagyon kéne az embereknek. Ugye, nem most mi is a pacipőben vagyunk, vagy ugye a páromnak is most adta, hogy dolgozott. Ugye, hogy most ő is nagyon keres, tehát sehol semmi. Mivel a jelenlegi helyzet a vendéglátóhelyeket és a szállásadókat érinti a legnegatívabban, először ezekben a szektorokban várható enyhítés. Ezt szintén Gulyás Gergely mondta egy korábbi kormányinfón. A miniszter hozzátette, a nyitásról a magyar embereket is szeretnék megkérdezni. Február 15-i héten egy online konzultációt fogunk indítani a nyitásról, a nyitás lehetséges menetrendjéről. Azt is látjuk, hogy milyen veszélyek vannak. Magyarországon a járvány második hulláma egyértelműen lefelé futóban volt a múlt hét végéig, a hét elejéig, most stagnálást látunk. Fontos bejelentés még, hogy nem kell bérleti díjat fizetni az éttermeknek, a kávézóknak és a konditermeknek. Emellett egy újraindítási gyors kölcsönt is létrehoznak. Ezügyben kerestük a helyi iparkamarát, ahol azt az információt kaptuk, hogy jövő héten derülnek ki részletek a kedvezményes hitellel kapcsolatban.